Keleti rangadót, DVTK Debrecen mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1 20. fordulójában. A Diósgyőr eddig minden 2020-as bajnokián pontot szerzett, és miután most szombaton hazai pályán szerepel a csapat, Feckó Tamás vezetőedző szerint nem is lehet más a cél, mint a győzelem. A Puskás Akadémia otthonában rendezett hétközi fordulóban úgy játszott 2-2-t a Miskolci együttes, hogy a találkozó utolsó másodperceiben tudta csak egy lesgyanús helyzetből döntetlenre menteni az állást a házigazda. Ezt megelőzően két győzelmet zsebelt be, így elmondható, hogy jól kezdte az évet a DVTK. Feckó Tamás vezetőedző együttese pedig ezt a szériát szeretné folytatni hazai pályán a várhatóan szép számú közönség biztatásától segítve. Eddig minden mérkőzésünkön fergeteges hangulat volt, amióta visszatért a B-közép. Nem lehet más célunk, mint itthon tartani 3 pontot. Hallottam, hogy a Loki azért mumus volt sokáig, úgyhogy a célunk az, hogy mindenki boldogan tudjon hazamenni, és győzelmet ünnepelve. A szakember hozzátette, csapata jó formában van, játékosai mindent megtesznek annak érdekében, hogy sikerüljön megnyerni a mérkőzést. Így a cél a Debrecen ellen is az, hogy Miskolcon maradjon mind 3 pont. Itt hívjuk fel a bajnokira érvényes jeggyel vagy bérlettel rendelkezők figyelmét, hogy szombaton 15 és 21 óra között az 1-es villamoson és autóbuszon ingyenesen utazhatnak.